Üvegfalon keresztül csodálhatják meg a győriek mostantól, hogy úszkálnak a pingvinek az állatkertben. Eddig nem voltak ilyen madarak itt, mostantól viszont 24 pingvint láthatnak az ide látogatók, ahogy éppen élvezik a medence vízét. Az állatkertben egyébként egy komplex fejlesztés zajlik, ennek részeként érkeztek ezek a madarak is Győrbe. 2018-ban adtuk át az első munkaterületet, és akkor vállaltuk 8 új projektelem megvalósulását. Ezek a projektelemek vannak, ami a látogató komfortérzetét igyekszik emelni, igyekszik szebbé, jobbá tenni. Ilyen a főbejárat, ilyenek a sétautak, ilyenek a parkolók. Vannak kifejezetten az állatjóléttel kapcsolatos összefüggő projektek. A régi elavult állattartó helyeink, például a tigrisek, az őrvösmedvék vagy a csimpánzok állattartó helyének a felújítása. A felújított épületek előtti szalagot Pihe Akakas vágta át. Az állatkertek és az állatvédelem ma már kéz a kézben kell, hogy járjon, hiszen ezek az intézmények azok, amelyek több területen is segítséget nyújtanak, mondta Ovádi Péter, a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos. Talán azt is kevesen gondolják, hogy az állatkerteknek milyen kiemelt fontossága az állatvédelem. Részt vesznek tudományos kutatásokba, a fajok megőrzésében, a védett fajok egyedeinek megóvásába, de akár természetvédelmi központként is szerepel. Az állatkert területén egyébként létrehoztak egy új modern állatorvosi rendelőt is, ahol korszerű eszközökkel tudnak segíteni a beteg állatokon. Ezáltal minden itt élő állat, legyen akár az tigris vagy víziló, megfelelő ellátást kaphat.